énekekkel fejezzük ki mélységes együttérzéseinket a háború okozta traumát átélő gyermekek és felnőttek iránt. A Fusz János Zeneiskola tanulói és tanárai, karöltve az anyaintézmény Mosinszky Mór Általános Iskola tanulóival és tanáraival, egy emberként álltak a nemes célszolgáló kezdeményezés mögé, pozitív energiát sugározva az elesett emberek felé. Külön öröm számunkra, hogy a vírushelyzet lehetővé teszi, hogy élő hangverseny keretében valósíthatjuk meg a mai programot. A mai háborúval vészterhes világban a Tolnai Fusz János Zeneiskola is úgy döntött, csatlakozik azokhoz, akik az Ukrajnából menekülőket támogatják és segítik, hiszen már a városba is érkeztek családok. Ennek okán rendeztek jótékonysági koncertet a helyi kulturális központban. Egy kis lelki táplálékot, egy kis megnyugtatást nyújtsunk az Ukrajnából menekültek számára. A mai jótékonysági est a zeneiskola kezdeményezésére jött létre, és hát a nemes cél érdekében egy emberként a városnak az iskolái is kis műsorral szeretnének kedveskedni a szülőknek, hozzátartozóknak, illetve az érdeklődőknek, illetve azok számára, akik adományokkal szeretnék segíteni ezt a célt. A zeneiskola részéről egyértelmű volt, hogy a legnívósabb szerzeményeink kerüljenek bemutatkozásra, hiszen itt megyei, illetve országos vagy regionális versenyeken fellépő gyerekek eredményeit is szeretnénk egy kicsit megmutatni és propagálni a város felé. Országos klarinét versenyen résztvevő, vagy megyei zongora versenyen résztvevő növendékünk, vagy a közeljövőben megrendezendő fuvolás találkozón résztvevő gyerekeink is bemutatják tudásukat. És a saját részről nagy örömömre szolgál, hogy április 1-én a zeneiskola énekkara minősítő koncerten vett részt, ahol dicséretes aranyminősítést kaptunk, és hát ezt a műsort hoztuk erre az alkalomra még. A város részéről nem volt megkötés, nagyon aranyos produkciókkal készültek az iskolák, volt, aki versen jelentkezett, volt, aki énekes produkcióval, illetve egy kis német nemzetiségi tánccsoport is bemutatja a maga kis tehetségét, műsorát. Tizenöt műsorszámot számoltunk meg a fellépők sorrendjében. Ki hosszabb, ki rövidebb műsort ad. Úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan kezdeményezés, ami esetleg folytatást is hozhat. De abban reménykedünk, hogy ez a háborús helyzet nem lesz hosszantartó, és az erre adott adományok elérik céljukat, és mi ezzel tudunk hozzájárulni a megnyugváshoz. A rendezvényen Appelszoffer Ágnes polgármester is részt vett. Beszédében elmondta, a befolyt összegből élelmiszert, tisztálkodási szereket és más szükséges termékeket vásárolnak majd a menekültek számára. Jelen pillanatban az egyik önkormányzati bérlakásunkban eddig egy édesanya két gyermekkel, egy 15 és egy 5 éves kisfiúval van, és tudomásom szerint még rajtuk kívül is vannak itt menekültek, ők nem az önkormányzat keretein belül kerültek ide. Hihetetlen érzés az, és az embernek összeszorul a gyomra, amikor találkozik velük, mert hogy az ő életük másfél hónappal ezelőtt olyan volt, mint a miénk. Nehezen tudjuk elképzelni a mai világban, hogy háború van, és az embernek el kell menekülnie otthonról. Volt már ilyen, nagyon sokszor volt ilyen. Magyarországon, hála Istennek, nagyon régen, és én azt remélem, hogy sem most, sem a közel és a távoli jövőben mi nem kényszerülünk arra, hogy az otthonunkat elhagyjuk. Én azt gondolom, hogy nekünk az a dolgunk, hogy fogjuk meg egymás kezét, teljesen függetlenül attól, hogy
magyar, ukrán, orosz menekültről beszélünk. Teljesen itt én azt gondolom, hogy nem azt kell nézni, hogy honnan jött és ki jött, hanem azt kell nézni, hogy segítségre szorul. És ha segítségre szorul, akkor a jó emberek segítenek. És én nagyon köszönöm, hogy Tolnán ilyen nagyon sok jó ember van. Nyilván önök azért jöttek ide, hogy segítsenek ezeknek a menekülteknek, a gyerekek pedig azért vannak itt, és nagyon helyesen, hogy ők ezzel járuljanak hozzá. Több mint 220 ezer forint gyűlt össze a jótékonysági koncerten, a gyűjtés azonban itt nem áll meg. Város szerte több ponton várják még az adományokat.